Nagy tisztelettel köszöntjük kedves tévénézőket a Lauber Dezső városi sportcsarnokból, ahol azonnal kezdetét veszi a Pécsi VSK Veolia, Zala Kerámia ZTE KK NB1-es férfi kosárlabda mérkőzés az alsóházi rangadón. A három játékvezető dr. Mészáros Balázs, Goda László, Kovács Nimród, illetve Gincsai János doktor úr a MKOS ellenőre. A két kezdő csapat a vendégeknél Wilson, Barnett, De Kózi, Takács, illetve Horti. A hazaiaknál Carpenter, Hayes Jones, Brükic, Ivosev, illetve Goldring, Gergő. Az előző mérkőzés a vendégeknek jól sikerült, hisz az utolsó, tabel utolsó helyén lévő Asét, a paksiakat verték meg nagy csatában, miközben Wilson első dobása mindjárt eredményes is volt, tehát ők nyerték a saját mérkőzésüket 87-81-re, míg a PVSK a harmadik negyedbe föltámadt Nyíregyházán, dobott 33 pontot, de hát azt újból egy negyedik negyedbe egy 10 pont jött össze, ami a vereséggel párosult. Egy vendég fault. Barnettre hújták a játékvezetők. Brükic ezúttal kihagyja. Nagyon hektikus a pécsi csapat játéka. Nem lehet messze menő következtetéseket. Lesz fault, igen. Carpenter részéről. Tehát nem lehet messze menő következtetéseket levonni az előző mérkőzésekről, de sajnos még az előző negyedekről sem. Ez a hektikus játék ugye minek köszönhető, azt talán a vezetőség dolgozik rajta, de hát ez nagyon nehéz így mérkőzést nyerni. Egy újabb fault, Goldring, Gergő faultolt, de még jókor, tehát nem tudták bevinni a gyűrű a labdát. Tehát a Paks ellen is vezettünk 20 ponttal, amikor a harmadik negyedben dobtunk 3 duplát, ugye ami az 6 pont, és 6-ból 3 büntetőt, tehát 9 pontot sikerült összehozni, de hát a végén vezettünk annyival, ez egy nagyon szép sapka volt Ivosev részéről, gyors játék, és egy eladott labda, Gergőnek ez egy zsákolás lesz? Igen, egy látványos zsákolás, de Kózi részéről. Ahelyett, hogy zicsert dobtunk volna. Tehát 9 pontot sikerült dobni, de volt annyi előnyünk, hogy azért abszolváltuk azt a mérkőzést. Egy újabb fault. Csodálkozik Barnett, de hát ez most a második faultja, akkor, amikor másfél perc telt el az első negyedből. Tehát Nyíregyházán dobtunk 15-15 pontot az első, illetve második negyedben, az 30 pont, a harmadik negyedben, miközben Carpenter dob egy 2 pontost, a harmadik negyedben 33-at, tehát a lélektani előny is a csapatnál volt, erre a negyedik negyedet sikerült 10 pontot összehozni, hát vereség lett a vége. Ez egy tripla, de Kózinak a triplájával 7-2 a vendégeknek, de Kózi egészen jó formában van, hisz a mostani mérkőzésen, amikor a Paksot verték meg, 31 pontig jutott. Nincs lepattanónk, ez most Carpenternek a triplája maradt ki, de Kózi egyébként 46%-osan dobja a triplát, de Wilson is, aki most éppen kosarat szerzett, ő is 44%-osan. 2-9, nem jól indul a mérkőzés. Hazaiaknál Illés sérül, tehát kisember Boston. Ez most jó, Horti mellett Brükic. Tehát csökkentek a rotációs lehetőségek. De hát meg kellene oldani ezt így is. A
Vendégek cseréhez készülnek. Ó, ez nagyon szépen megverte Ivosevet. Barnett kosarával 4-11. 3,5 perc telt el, Carpenter kiosztja. Goldring vissza Carpenternek. Van még 10 másodperc támadó idő. Carpenter csak tüzel, de hát lepattonért sem megyünk el. Ez egy hátralépős, hú, időt is kell kérni, úgy van. 4-13. Hát nem veszik félváról a mérkőzést. Nagyon úgy néz ki, hogy a kék-fehérek. Nagyon érdekes volt a február 16-ai mérkőzés, amikor többsebből vérzett a csapatunk, ugye Brikicset előtte Kaposváron kiállították, Bryson akkor már sérült volt, és egy nyíregyházi győzelem után jött ide a zalaegerszegi csapat. Hát minden jel arra mutatott, hogy nyerni fognak, de egy kicsit nagy arcúak voltak, és mire észbe kaptak, addigra már volt akkor a 23 pontos előnye a pécsi csapatnak, hogy hiába nyerték meg 31-17-re a negyedik negyedet, de csak szépség tapaszt lehetett a végén. De akkor is dobtak 31 pontot a negyedik negyedbe. Hát most nagyon úgy néz ki, hogy a mérkőzés elején dűlőre akarják vinni, nem akarják az utolsó negyedre bízni. Nagy lendülettel vetették magukat a játékba. A Sopron... utolsó mérkőzés az ASE elleni győzelmük esetén 5 játékos is 2 számjegyet dobott, tehát 10, 11, 13 pontokat, de közülük is kiemelik De Kózi, aki 31 pontot dobott. Hát nagyon úgy néz ki, hogy senkit nem lehet feladni, illetve ott hagyni, és nagyon vigyázni kell az eladott labdáknál. Holton érkezett a vendégeknél a itt pécsi időkérés alatt. Goldring. Ez megint egy eladott labda. Hát lehet, hogy végig kellett volna Mátalan ott vinni. Popadics Milyen készül a cserére, valószínű, hogy Goldring Gergő helyett fog érkezni. Gyorsan járatják a labdát a vendégek. Megvan a lepattanó, az egy eladott labda, miért kell elindítani? Becsüljük meg, hogy van végre egy lepattanónk. Horti Bálint szedte, De Kózi triplája maradt ki, Horti szedte össze. 4-15, amikor 5 perc telt el. Ivosev triplája helyére került. Hét pontnál a hazaiak, 15-nél a vendégek. Holton, Horti Bálintnak. Ó, Horti eladta. Goldring Gergő szépen. Briki csinálta neki a helyet. Ezt most bátran végigvitte, 9-15. Kiosztás egy távoli, ezúttal kimarad. Hazaiaknál a lepattanó. Ivosev csak mutat. Goldring Gergő. Ivosev állóhelyes triplája, kimarad, nincs lepattanó. Gyorsan hozzák át a labdát, megtámadják a gyűrűt és a flóter. Rizon 6 pontos már, 9-17. 3-40 még az első negyedből. Ivosev. Goldringnak. Brikicset nem tudjuk helyzetbe hozni ott a palánk alatt.
Dobni kell. Késő. Egy kézbe volt a labda már. Kettős csere a vendégeknél. Parks, illetve Révész érkezik. Wilson, illetve Horthy kap pihenőt, és a már említett Popadics Goldringergő helyett, de van még egy csere. Hayes Jones helyett jön Donaldson. Három 20 van vissza, 9-17. Nekózi alapon, és ott a fault. Carpenter második faultja, ugye a vendégeknél is kettő faultot, Barrett faultolt kettőt. Most megvan a csapat harmadik is. Goldringnak is volt egy faultja. Nem kell ott faultolni centerünknek, így van. Parks túloldalra. És a Dudaszó pillanatában dobás közbeni fault. Nem tudtuk kivédekezni. Brikic. Carpenter helyett jött vissza Hayes Jones. És de Kózi dobhatja a büntetőket, hát nem valószínű, hogy sok hibát fog elkövetni onnan. 9-18. A másodikat is a helyére tette, újból 10 pont, 7 pontnál jár, és Wilson jön a helyére. Donaldson. Ivosev, az egy fault, mert érdekesen reklamált, elvitte mellette a labdát és megfogta a kezét. Hát. Holton. Első faultja. Ivosev kapja. Megint egy eladott labda. Lépés, ez lépés. Úgy bizony, hát nagyon jó védekezett előtte Hayes Jones, és hogy kikerülje, fölvette a labdát, és közben nem ütött el, és úgy kerülte ki. Nem szabad ellépni az oldalra, dob be, ott kéri, úgy van. De a játékvezető, hogyha kézben a labdak, nem szabad vele ellépni. Úgy van. Popadics, igen, Ivosev. Nem merik beadni Brikicsnek. 8 másodperc. Láv. Visszamegy 14-re. Csirics Donaldsonnal veszekedett, hogy miért nem kéri el a labdát, ő is ő próbáljon irányítani, vagy osztani a labdát. Meg nem tudjuk beadni, hát. Most Donaldson, állóhelyből hátra lépős, ez sajnos nem talált be, Révész. Wilson, 8 pontos már, 9-21, akkor 2 percen belül vagyunk. Nagyon kezdetleges a csapat játéka. 4 játékos áll, most Brikic jött ki, de hát arra nem lehet menni, mert jól védekeztek. Donaldson ilyen streetballos megoldás, egy leütés, beleáll és eldobja, kimaradt. Hát sem, nem volt ez rendes dobóhelyzet, nem volt kijátszott helyzet. Wilson kérte a blokkot, Révészt. Állóhely, hopp! És mindenki, aki megemeli az
egész jó százalékkal. De most Holton volt éppen a gólszerző. 23 pontnál. Meleg Gergő érkezik, illetve Carpenter. Most a Meleg Gergőről annyit kell, hogy sérült volt most egy darabig megint, de azon az ominózus mérkőzésen, amikor ugye említette, hogy több sebből vézett a csapat, és mégis nyertünk, hát 18 pontot dobott, és 15 lepattanót szedett, tehát nagyon-nagyon az a szezon csúcsa volt, nagyon jól játszott, de hát most Zitzert kapunk, megint. Az iskola játék a Zaljak részéről. Holton. 9-25. Fél perc még. Tehát abszolút nincs jó játékunk. Nem tudunk helyzetbe kerülni. Agresszíven védekeznek a vendégek, de hát kevés a mozgás. Inkább egyénieskedés. Ez egy fault volt. Takácsnál. Csapat negyedik foltja még, csak úgy, hogy fél perc van vissza, most van bónuszba. Még már bónuszba voltak. Meleg Gergő. Nem kéri senki a labdát. Gergő egyedül próbálja megoldani. Rövidre sikeredett a dobása, de megint egyedül hagyták a magas emberünket, senki nem kérte a labdát. És végig tudják játszani, nem kellene fautolni. Wilson végig is vezeti, és lejárt, ennyi. Hát, 9-25. Rém álmainkban nem gondoltuk ilyen kezdést, de legszebb álmaikban se hinném, hogy a Zaljak ilyen kezdést álmodtak, teljesen megérdemelten vezetnek ilyen arányban is. Ez mind védekezésben, mind támadásban sokkal jobban érvényesült a csapatjátékuk. De öt játékosuk is dobott pontot, Wilson 8 pontos, Barnett 4, Holton 4, De Kózi 7 pontos, és Hortinak is volt egy 2 pontos, amikor egy lepattanót a mi palánkunk alatt visszatett. Hát nagyon össze kell szedni magát a csapatnak, mert egyelőre a bajnokságra jellemző módon dadog a labda, nincs ütemre beadva a centernek, a kis emberek nem kérik el a labdát, nem próbálják meg az irányítást. 9 lepattanója van a Zalaiaknak, 4 a hazai csapatnak, miközben van már 5 eladott labdánk. A tripla mutató az 6-1 a vendég oldalon, 3-1, és 16 kísérlete volt a Zalai csapatnak mezőnyből, míg a hazaiaknak csak 13. És a 16-ból 11 jó volt, úgyhogy ez eredményezi ezt a aránylag nagy arányú különbséget egy negyed után. Ugye mondani se kell, hogy ez a 9 dobott pont, ez hát brutálisan kevés. Ellentéttel azzal 25-tel, amit kaptunk, hát az meg túl sok. Nézzük. Carpenter. Donaldson futtából beleállva. De hát... így nem biztos, hogy tudunk meccset nyerni. A Hürge Parks révész jött. Őse ez át a túloldalra, ugye a gyenge oldalra átsegíte valaki, de hát onnan megjön a tripla. Holton triplájával 9-28. Hát közel egy 20-as lesz mindjárt, úgyhogy most kezdődött még csak a második negyed.
Hayes Jones. Donaldson rövid, hát gyűrűt alig éri el Donaldson. Senki nem volt rajta, üresen állt be. Wilson, Parks, labdaszerzés volt, nem sikerült végleg megszerezni. Révész, egy újabb kinti, de most együtt vagyunk a lepattanóért, ha sikerült megszerezni. Holton dobása maradt ki. Meleg Gergő szedte le a lepattanót. Tette vissza és fautolták. Holtonra fújják a fautot, akkor a második. Meleg Gergő hát a büntető vonalok mögé. Az első laposan a gyűrű csonkjáról vágódik ki. Marad a 9-28. A második jó. 10 pontnál a hazai csapat, 28-nál a vendégek. Párc. És ott a fault. Donaldson fautolt. Wilson kéri el itt a labdát. És Révész leszette a lepattanót. Egy hátralépős. Wilson 30 pontnál a vendégek. Itt a 20 pontnyi különbség. Carpenter. Brickic távol a gyűrűtől. Donaldson jött. Kért el a labdát. De ez megint csak egyéni eskedés is. Meleg Gergő dobta el a triplát. De Kózi, illetve Barnett jött vissza. Hazai oldalon Ivosev jött Brickic helyett. Donaldson. Ivosevnek ez most szép játék volt. 12-30. 7-15. A szünetig hátra lévő idő. Takács. De Kózi. Az rövid lesz, és meg van lepattanó, és egy fault. Igen, De Kózira fújták. Hát ez tipikus hiba, mikor kimarad a dobás, és utána a lepattanót nem tudják visszaszedni, akkor odaüt, hogy lelkesen védekezze, próbálja kijavítani a hibáját. Hayes Jones. Ivosev, Révésszel. Carpenter, ez lépésgyanús indulás volt, ez egy szép betörés volt. Donaldson. És Mutapcsics mester azonnal időt kér. Annak ellen, hogy még mindig 16 pont az előnyük akkor, amikor 6-26 van vissza a nagy szünetig, de most nem tetszett neki a két támadó játék, illetve a gyengébb védekezésük, azonnal időt is kér, de hát a Csirics mesternek is van mondani valója a fiúknak, mert még nagyon-nagyon akadozik és dadog a játék.
hogy az egész szezonban, amikor csak fellángolásai voltak a csapatnak, de hát ezt a mérkőzést be kellene húzni, nem szabad a végére hagyni a győzelmeket, a hazai meccseket mindenképpen kellene nyerni, és nagyon jó lett volna egy nyíregyházi idegenbeli bravúr, de hát vissza van még idegenbe, ugye a mostani ellenfelünk az Zalaegerszeg, illetve egy paksi mérkőzés, de látjuk, hogy itt van is milyen nehezen birkózunk ezzel a kékfehér együttessel, el lehet képzelni, hogy hazai pályán, amikor hazai nézők adható segítségével küzdenek. Wilson révésznek. Takács. Alsó elzárásból jött föl Wilson, visszaszerezte révész a lepattanót, újból kezdődik a támadásuk, révész, alapon befutottak ide bele. Ivosevért utoljára a labdában van még 6 másodperc. Most ezt kellene valahogy ügyesen levédekezni. Egy vonalba állnak föl ott a vendégek. Wilson jött ki. Kláb. És ezért 14 másodpercre ugrik a támadidő. Zártak alaponon, hagyták a helyet. Nagyon szép játék volt. Barnettnek zártak el. Donaldson. Hayes Jones, Ivosev. Donaldson. Meleg Gergő. Hú. Ez egy rigó lett. Davis közben. Dekózi. Most nem hibázz el. Visszaadt a 20 pont. És egy zicser kap. Alapon átjönnek. Dekózi 11 pontos. 14-36. De nem lehet más, ez csak egy újabb pécsi időkérés. Akkor, amikor 4-55 a hátra lévő idő az első félidőből, teljesen szétesett a csapatjáték, illetve hát azt, hogy szétesett, azt nehéz így mondani, mert akkor esik szét egy csapatjáték, ha valamikor jól működött és megbomlik, de hát ezen a mérkőzésen még nem nagyon működött jól. Ugye 9 pontot sikerült dobni az első negyedben, most az eltelt 5 perc alatt ehhez 5-öt sikerült hozzátenni, míg a vendégek 11-et már. Tehát sem védekezésben, sem támadásban nem tudunk nemhogy remekelni, hanem egyelőre partiba lenni a vendégekkel. De csak abban lehet bízni, hogy ez az időkérés talán egy kicsit felrázta a fiúkat. Kettős csere hazaodom. Brkić érkezik vissza, illetve hölgye Patrik. Hazaiaknál, aki minap ünnepelte születésnapját. 17-et a fiatal.
Mindjárt jön el a labda. Donaldson, Hőgye. Hú, igen, egy rossz dobás volt sajnos részéről is. Nem kapkodják el. Horthy Bálint is inkább tovább passzolta, játszanak az idővel is. Most kimaradt a dobás, ott egy fault. Igen, már korábban is húlyható lett a Wilsonnál talán. Első faultja. Csapatnak a vendégoldalon a harmadik. Hayes Jones. Brkićnek. Donaldson. Tehát fault. Így van. Utána nyújt és sportszerűtlen. Jogos. Jogos. Megint láb között akarta vinni, nem a blokkba, hanem a blokk előtt. Nem használta ki Brkić blokkját. Láb között át akarta venni a labdát, elvették tőle, és utána nyúlt bizony, a lábát fogta a vendégjátékosnak. Úgyhogy Takács dobhatja a büntetőt. És ő nem hibázza el. 14-37. Másodikat kihagyta, de ugye miután sportszerűtlen volt a fault, ezért a labda marad a vendégeknél is. Hát Carpenter érkezik, aki eddig nem sokat tett hozzá, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem a miután ide érkezett. Hoppá, most is egy induló csellel elmentek mellette, Horthy Brkićcel. Alapon jönnek át, labdaszerzés, ez egy gyors játék, Carpenter, Zitzer, most egy nagyon gyors játék volt. 16-37, 3-40 a nagy szünetig. Takácsnak adta Horthy, de Kózi. Horthynak vissza, Wilson, és Brkić megint a félpályán. Minden mérkőzéssel minimum két faultja van a félpályán, teljesen fölöslegesen. Második fault. De Kózi jön le, kap pihenőt. Parks érkezett a helyére. 16-37. Parks bűvöli. A Hőgye Patrikkal. Bevitte és egy horgot engedett el. Parks első kosarát szerezte. 16-39. 3 perc a hátralévő idő. Hayes Jones. Az fault, igen. Ez is lehetne sportszerűtlen, mert ugye átkarolták Horthy első fajtja, tehát átkerült a labda, ott se volt, mikor elrántotta Pécsek centerét. Megvan a bónusz a vendégetnek, a következőt azt már dobhatjuk. Carpenter visszakapja, kimarad, és Horthy lökött a lepattanónál. Elkönyveljük Carpenter kiadott tripla kísérletét, Horthynak beírtuk a fautot, jön a cseréje, révész, és Brkić állhat oda büntetőhöz. Kozmetikázhatjuk az eredményt 16-39-nél, akkor, amikor 2-46 a hátralévő idő. 62%-osan dobta Brkić a szezon során, ez most jó. 17-39. A második az kimaradt.
Marad a vendégelőny. Takács, Révész, Wilson, Takács, Parks. Az kimaradt, és most nem mennek a vendégek a lepattanóért. Hayes Jones, tehát ez ilyen öncélú labdavezetgetés ott. Ivošev, az jó játék volt most Ivošev részéről, Brikic lépett be. 19-39. Davis, 2 percen belül. Wilson. Az kimaradt Wilsontól. Megvan a lepattanom. És egy eladott labda. Ugye Patik próbálta bejátszani Brükicsnek, de ezt mindenki látta, hogy oda fog jönni a labda, és le is kapták. Épp kényelmesen játszanak, 8 másodperc. Révész kimaradt a visszapöcizés is. A távoli Brükics lökött egy kicsit a lepattanónál. Révész, ezt most elnézték a játékvezetők talán. Mit akarod passzolni a palánk mögött? Nagy-nagy szerencség. Carpenter bevitte a palánk mögé, és ott egy méterről tuszkolni akarta a labdát. Csere. És vendég időkérés. 55 másodperc a hátralévő idő. 20 pontos vendégelőnynél. Nagyon-nagyon nehéz lesz ebből a gödörből ki kászálódni. Nem sok jel mutat arra. De hát bízunk abba, hogy a nagy szünet sok mindenre elég lesz. Nem tündökölnek annyira a vendégek sem. Most lehet, hogy lazábra vették egy kicsit a figurát, de ezt eddig nem nagyon tudtuk kihasználni, bár az első negyed 9 pontjára már 10-et dobtunk, úgyhogy 19-nél tartunk. A vendégek a 25-re 14-et tettek csak rá, de hát így is 20 pont a különbség. Sok az eladott labdánk, és a vendégeket elkísérő B közép tapsa köszönti a csapatát most az időkérés végén, és megjött a hangjuk is. Parks fogja játékba hozni a labdát. Tekózi Carpenterrel. Parks jött vissza. Tekózi ellépett, és nem megy utána, Schroeder nem megy utána. Nem megy utána, hanem egy lépés után leáll a védő. 41 pontnál a vendégek. 19-41, akkorikor 35 másodperc a nagyszünetig. Ivošev, Carpenter, Ivošev, Meleg Gergő, Brükicsnek, és ott leszakították a kezét Parks. Nincs könnyű kosár, elsőre nem sikerült bedobni. Parks nem hagyta, hogy a másodikat könnyen bedobja. Parksnak első faultja, Brükics dobhatja a büntetőket. Az elsőt bedobta, 20 pontnál a hazai csapat.
másodikat is bedobta most. 21 pontnál, Brikic 7-es pontnál jár. 21-41, 15 másodperc. Parks jön egy elzárásra, Révész túloldalon nagyon kérik a labdát, de Parks bevitte simán büntetőtön belül. 21-43, 12-18 ez a negyed, tehát az előző 16 pontjukra újabb 6 pontot tettek a vendégek. Nagyon ráfér a csapatra a szünet, a pihenés. Pihenjenek önök, mi is ezt tesszük, és várom önöket vissza a második félidővel.